Szeretettel köszöntöm kedves nézőinket, Önök Hargita magazin című műsorunkat látják, én Németi Zsuzsa vagyok. Megtartotta rendes havi ülését Hargita megye tanácsának testülete. Elkezdődött Csíkszeredában a vasúti felüljáró újjáépítése. Személygyűjtő akciót tartottak Gyergyócsomafalván. Kulturális összefoglalóinkat a székelyudvarhelyi városi könyvtárról, valamint Gyergyószárhegyről hoztuk Önöknek. Tartsanak velünk! Megalakultak az általános kulturális, a román közösségek kulturális programjait, illetve a népviseletek beszerzését támogató pályázatokat elbíráló bizottságok. A tagokat megszavazta a döntéshozó testület. Idén több mint 500 pályázat érkezett Hargita megye tanácsához a civil szervezetek részéről. Az általános kulturális pályázatra 93, a román közösségek kulturális tevékenységei támogató kiírásra 14, a népviseletek beszerzésére 43 pályázat. Utóbbi kiírás keretében székely és mezőségi népviseletekre, kórusruhákra és cserkészek ruhájára igényeltek támogatást. Hargita megye tanácsa április rendes havi ülésén megalakultak az elbíráló bizottságok, így a májusi hónap folyamán meg lesz az eredményhirdetés is. Több procedurális dolgot is el tudtunk dönteni, de ami fontos, és amit én fontosnak tartok kiemelni, az két olyan határozattervezet, amiben sikerült döntést hozni. Az egyik a kulturális, illetve a népviseletes pályázati kiírásaink esetében az elbíráló bizottságoknak a létrehozása, hiszen a pályázati határidő április végén lejárt, és az elbíráló bizottságoknak kellene dolgozzanak most már, és azzal, hogy ma elfogadtuk az összetételt és a nevesítettük is a tagokat, ezzel felgyorsítottuk az elbírálás folyamatát, tehát egy 10-15 napon belül már a kiértesítést a három pályázati kiírás esetében meg fogjuk tudni tenni, tehát az általános kulturális pályázati kiírásunk, a népviseletes pályázatunk és a román közösségeknek szóló kulturális kiírásunk esetében. A megyei tanács a korábbi évekhez hasonlóan idén is támogatja a hétvégén megrendezésre kerülő Hargita Rallyt, amely nem csak a sportélet, hanem a turizmus szempontjából is fontos rendezvény. A másik fontos dolog, a hétvégén megszervezésre kerülő Hargita Rally, annak 50 000 lejes támogatást nyújtottunk a megyei sportigazgatóságon keresztül. Egy fontos esemény, egy fontos sportesemény, egy országos sportesemény sorozatnak egy olyan megállója, ami Hargita megyét kiemeli, és ami Hargita megyéről turisztikai szempontban is egy fontos népszerűsítő lehetőséget rejt magában. A sport összeköt, nyelvtől függetlenül és fair play-re tanít mindannyiunkat, összegezte mondandóját Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának alelnöke, aki Borbély Csaba megyeelnök távolléte miatt az e-havi tanácsülést vezette. A városvezetők és a sajtó jelenlétében kedd reggel a kivitelező lezárta a csíkszeredai vasúti felüljárót és elkezdődött a híd újjáépítése. A munkálat maga után vonja a forgalmi rend ideiglenes módosítását. Mindkét végén lezárták a hidat a forgalom elől, elkezdték az úttest felmarását és a szalakorlát eltávolítását, valamint a különféle kábelek átkötését előkészítő beavatkozásokat. Nem egy standard projekt, ahol előre gyártott elemekből épül meg egy híd, hanem folyamatos helyi egyeztetéssel a tervező és a kivitelező az eredeti terveket adaptálva kell végigvigye ezt a munkálatot. Tehát rengeteg szakmai feladat lesz, és amellett szakmai tervező egyeztetés feladat, és amellett ebből adódóan majd egy folyamatos kivitelezési, kívánskateli kivitelezés. Most azzal kezdődik minden, hogy az aszfaltréteg eltávolodik, és az összes kommunikációs kábelezés, ami benne van a híd belsejében, ami összeköti nemcsak a város nyugati részét, a város központtal, hanem Székely udvara irányába a megyeszékhelyt, azokat majd át kell telepíteni vasút alatt áthozva egy fúrással, hogy lehessen itt a munkálatok alatt is használni minden kommunikációs eszközt. A forgalom jelentősen megváltozott. A gyalogos forgalom számára megnyitották a Fürdő utca meghosszabbításában lévő aluljárót, az autós forgalom pedig a Rét utcát és a terelő utat használhatja a híd elkerülésére. Ami a forgalom elterelését illeti, gyalogosok számára megnyitottuk erre a periódusra a vasúti aluljárót, azt
otthonosabbá tettük egy picit, tehát állandó megvilágítást kapott, illetve heti 3 alkalommal takarítást is végzünk az aluljáróba, tehát bátran biztatom a kedves városlakókat, hogy nyugodtan használják. Természetesen jelezzék, hogyha bármit észlelnek ezzel kapcsolatosan. Ami pedig az autós forgalmat illeti, udvarhely felülről, ahogy bejövünk, a Nagyrét utca irányában van elterelve a forgalom, át a vasúton és ott a körforgalomnál pedig mindenki majd el tudja dönteni, hogy annak függvényében, amennyiben Gyergyó irányába megy, akkor használja az újonnan megépült terelőútot, amennyiben nem, akkor vissza tud térni itt a hídnak a másik végébe, a körforgalom irányába, ahol amúgy a Villanytelep utcát két irányban megnyitottuk, 3,5 tonnás korlátozással, és ugyanakkor használható továbbra is a híd alatti nemzeti út is. Természetesen időszakosan lesz ott is félsávos lezárás, de igyekszünk, a kivitelezővel úgy egyeztünk, hogy éjszaka is hajlandóak dolgozni annak érdekében, hogy a forgalmat minél kevesebbet hátráltassuk, illetve további intézkedéseket fogunk eszközölni, hiszen letettük már a dokumentációt annak érdekében, hogy a Brassói úton a Zöld Péter utca találkozásával kialakítsunk egy idéglenes körforgalmat annak érdekében, hogy aki majd a töltőállomással szembeni kis aluljárót használja, akkor zöggenőmentesen tudjon jobbra térülni, illetve természetesen oda fogunk rakni jelzőlámpákat, illetve amihelyt a Csíkszereda városának meg lesz a nyári karbantartási szerződése is, akkor a vasútállomás előtt is a két átjárót úgymond felszámoljuk és középre teszünk egy átjárót villanyrendőrrel, illetve a taxiállomást is átköltöztetjük a Szökőkút szomszédságában, mindezt annak érdekében, hogy minél jobban tudjuk folyékonnyá tenni a forgalmat. Úgy a megyeszékely lakóitól, mint az átutazóktól megértést kérnek az előjárók a következő időszakra. Arra kérjük a csíkszeredaiakat és a csíkszeredai átutazókat, hogy legyenek figyelemmel az építkezésre. Ez egy 1,5 éves nehezebb időszak lesz, mert ez egy stresszpontot jelent a városban, de gyakorlatilag 50 év után egy új hídat tudunk majd átadni a városnak és a forgalomnak, és ezért egymásra figyelve és odafigyelve ezekre a közlekedési szabályzókra, pontokra szerintem tisztességesen át tudjuk vészelni, át tudjuk vinni ezt az időszakot. Úgyhogy arra kérem őket, hogy legyenek partnerek és megértőek, és mi is igyekszünk, amilyen lehetőségeink vannak úgy könnyíteni azokat a zsúfolódási pontoknak a helyzetét és a számát csökkenteni, amelyek fennállhatnak egy hídátépítés miatt. Az 1974-ben épült 198 méter hosszú vasúti felüljáró újjáépítésére a mobilitási pályázat keretéből több mint 17 millió lejes támogatást biztosít az Európai Unió. Az elszabadult árak miatt azonban ez csak harmada a teljes beruházási összegnek, amely a becslések alapján eléri a 48 millió 700 ezer lejt. A leglátványosabb változás a híd szélességének növelése lesz. Az úttest szélessége 7,80 cm-re növekszik, ezt két oldalról 70-70 centis védőkorlát is patka szegélyezi, majd mindkét oldalon épül 2,5 méter járda és bicikliút, két oldalt pedig 30-30 cm széles korlát zárja a hidat. A tartó pilléreket nem bontják el, csupán megerősítik és ezekre helyezik az előre gyártott betongerendákat. A megvilágítást 42 ledes égővel biztosítják, amelyeket 9 méter magas oszlopokra helyeznek. Kisfilm formájában digitalizálták udvarhelyszék 6 értékét, köztük a Parajdi sószorost, a Magyarországi Antropolisz Egyesület kezdeményezésére. A projekt bemutató rendezvényére a székelykeresztúri Molnár István Múzeumban került sor. 2016-ban jött létre az Udvarhelyszéki Értéktár Bizottság azzal a céllal, hogy összegyűjtse, feltárja és azonosítsa a régióhoz tartozó értékeket. Jelenleg 36 hungarikummal rendelkezik, ebből választott ki 6-ut a Magyarországi Antropolisz Egyesület, hogy digitális történetmesélés formájában kisfilmet készítsen róla. A projekt bemutató rendezvényre a székelykeresztúri Molnár István Múzeumban került sor, ahol a kezdeményező egyesület mellett részt vettek a partnerek, az értéktár képviselői, illetve azok a személyek is, akik a videókban szerepeltek. Az eseményen Koncz Hunor János polgármester is felszólalt. Az, hogy Székelykeresztúr valódi értékeit lassan felfedezi országvilág, az én lelkem, és úgy gondolom
biztosak vagyunk és biztosak lehetünk abban, hogy minden székelykeresztúri lelkét egyaránt melengeti. Mert hát városunkban és vidékünkön rengeteg érték van, legyen az történelmi, irodalmi, földrajzi, ami bizony megérdemelni a világ figyelmét. Tudom, hogy ez egy lentről építkező nemzeti értékpiramis, de ahhoz, hogy egyre ismertebbek legyenek értékeink, ez az első lépés, és megtettük ugye az első és biztos lépést, hisz megalakult, íme itt az udvarhelyszéki értéktár, ahonnan a javaslatok bekerülnek az erdélyi értéktárba, és legyünk őszinték, miért ne onnét tovább, hiszen ezáltal kinyílik az egész világ. Sándor Zsigmond Ibolya múzeumigazgató kiemelte, hosszú út vezetett addig, hogy székelykeresztúri érték is bekerüljön az udvarhelyszéki értéktárba. Engedjék meg, hogy mivel a múzeumban vagyunk, egy picit a múzeumnak, mint a hely szellemének az őrzőjéről szóljak, és hát nem reklámozni szeretném, de egy óriási rendezvény és megvalósításnak vagyunk a küszöbén, ugyanis az értéktártól függetlenül, de az értéktárhoz akár kapcsolódhatóan is, május 19-én Szentendrén felavatásra kerül a székelyföldi épület együttes, amelyben abban a kiválasztott 6-7 rangos épületben helyet kap a székelykeresztúri patika. Erről tudni kell, hogy egy 2 éves hosszú kutatásnak az eredménye. Én rendkívül boldog vagyok, és keresztúrról biztos mindazok, akik erről majd hírt fognak hallani, és látni fogják, hogy milyen nagyszerű dolog is történt a 2 év alatt, megelégedéssel lesznek, és miért ne lehetne felvenni akár azt is az értéktárban, el egy csodálatos készanyag. A kisfilmek érdekessége az volt, hogy a beszélők személyes élményeiket osztották meg az értékekről. Tavaly fogalmazódott meg bennünk az a gondolat, hogy udvarhelyszék értékeit feldolgozzuk, méghozzá a digitális történetmesélésnek a módszerével. Már 10 éve dolgozunk ezzel a módszerrel, és tudjuk, hogy milyen ereje van ezeknek a 2-3 perces kisfilmeknek, amelyben az emberek megosztják közvetlen élményeiket bizonyos helyszínhez, tárgyhoz, élményhez kötődően. Az értékek kiválasztása közösen történt. Ugye volt egy értéklista, és gondolva arra, hogy ez egyébként nem csak egy egyszeri alkalom lesz, és remélve az, hogy további értékeket is fel tudunk dolgozni, majdhogy nem azt mondom, hogy random, de próbáltunk úgy értékeket kiválasztani, hogy legyenek köztük természeti értékek is, a kultúrához kötődő értékek, tehát hogy vegyes legyen, és így talán mindenki számára egy izgalmasabb összkép alakul ki. A parajdi sószorosról Miklós László idegenvezető karbantartóztatta meg élményeit. Mint kiderült, a látványosság már az 1800-as években létezett. Nagy szalontáról volt egy csoport, és azt is megkérték, hogy milyen idősek, ne menjünk teljesen körben, a magyarázom, ami a legkönnyebb. És akkor úgy mentünk, hogy a 2 híd van, az egyiken áll, tehát a jobb felén mentünk fel. És ahogy megfordultunk, és jöttünk vissza, ott volt az útban, az úttól kb. 30 méterre egy ilyen csődőmedve, én úgy mondom, hogy ilyen 2-3 éves. De az ott élt, tehát azt az egész nyáron láttuk. Nem bántott senkit se. És ezeknek olyan élmény volt, hogy élőben medvét láttak, és hogy fényképezték, medve nem ment el, áldogalt. Ettel jó nyugodtan lapít, körülbelül egy áldogat, egy 5 percet, én csoport előtt voltam, nehogy véletlenül valamerre mozogjon. Hát nagyon sok a román turista is, tudok valamennyire románul, de tehát az arckép rajtuk, hogy visszajönnek, élnek, tehát körbejárnak, járnak 3 kilométert majdnem, még legjobb esetben még kipróbálják a sósiszapot is, tehát az érzés, hogy valami értéket kaptak, valami élményt, úgymond. A kezdeményező Antropolis Egyesület szeretné folytatni a munkát, további udvarhelyszéki értékekről szeretnének filmet készíteni az utókor számára. A rendezvény állófogadással zárult. Személygyűjtő akciót tartottak Gyergyócsoma falván. A turisztikai zóna megtisztítása volt a cél ezúttal, de a következő hetekben további akciókat is szerveznek, hogy minél több szemetet eltüntessenek a község területéről. Nagy figyelmet fordítanak Csomafalván a tisztaságra, nemrég lomtalanítást szerveztek, amely során egyebek mellett 20 tonna gumiabroncsot, 2 tonna üveget és rengeteg régi bútort gyűjtöttek össze a lakosoktól.
most pedig takarítást szerveztek. A Tisztítsuk meg Románia kampány keretében ugye ma a fődnapján a helyi önkormányzat, illetve annak a intézményei, közszolgáltai, a SPÁK, illetve GOSZPÓD, valamint a közbirtokosság együttműködésével a Loki turisztikai zóna felé vezető útszakasz mentén tisztítjuk, szedjük fel a szemetet közösen, illetve a vízház és annak környékén a védelmi zónában, Somlyó mentén lesz megtakarítva a szeméttől a mező. Több mint 40 személy dolgozott, hogy összeszedje, amit korábban mások kidobtak. Tapasztalatok szerint azért sajnos még vannak olyan esetek, hogy a mezőhatárba egy kétság szemét kikerül, illetve az autóból eldobódik az út mentén a szemét. Reméljük, hogy ez alkalommal most ez a zóna közel 8 km szakasz meg lesz tisztítva, illetve akik mennek ki, turisták, akár helyi lakók a Loki zónába, nem fogják majd a szemetet eldobni. Lássák a szép tiszta környezetet. Ezúttal is figyeltek arra, hogy szelektíven kerüljön a hulladék a zsákokba, így külön szállíthassák el azt, ami újra hasznosítható. A következő időszakban is folytatódik a takarítás. Az elkövetkezendő időszakban is lesznek még ilyen akciók a mező szélén, a vízfolyások mentén, a maros mentén. Az elkövetkezendőben az önkéntes tűzoltók is bevállaltak egy szakaszt, amit meg fognak tisztítani, illetve az iskolával is együttműködve ők is be fognak csatlakozni a takarítási kampányba. Valamint meg fogunk hirdetni egy lakossági nyílt eseményt, ahova várjuk a lakókat, hogy egy adott részen tisztítsák meg, szedjük föl közösen a szemetet. Az alpolgármester reméli, sikerül megtartani is majd a tisztaságot. Most, hogy meg lesznek ezek a részek tisztítva, kérjük a lakókat, hogy vigyázzunk a tisztaságra, vigyázzunk a környezetünkre, a szemetet ne dobjuk el, ne vigyük ki a mezőhatárába, hiszen ez ártalmas a környezetnek is, illetve a látvány is magáért beszélt, hogyha szemét van valahol, az nem olyan, mint a szép tiszta környezetbe járnak. Azért, hogy a község minél rendezettebb legyen, idén ismét megszervezik a Virágzó Csomafalva programot is. Lézerhárfát és másik 8 különleges hangszert állítottak ki a Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban. A tárlatot bárki megtekintheti, amennyiben előzetesen bejelentkezik. 2022 a zene éve Székelyudvarhelyen. Ehhez kapcsolódóan nyílt meg az a nem mindennapi kiállítás a Városi Könyvtárban, amely különleges hangszereket állít középpontba, szám szerint 9-et, de a tervek szerint hamarosan még egy példánnyal bővülni fog a sorozat. A Heuréka program keretében most már negyedik alkalommal veszünk részt ebben a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány szervezésében, és most egy különleges hangszer kiállítást hoztunk össze, 10 hangszer van, olyan hangszerek, amik hát nem mindennaposak. Ezeknek egy része olyan, ami már a köztudatban jelen van, tehát a 20. század elején és végén létrehozódott, bár keveset volt használva, de nagy részük olyan, ami most jelent meg nemrég a piacon, sőt olyan hangszerünk is lesz, reméljük, ami a napokban kell megjelenjen. Lévén, hogy 2022 a zene éve itt Székelyudvarhelyen, ezért a könyvtár ilyen módon próbál meg csatlakozni ehhez az eszméhez, ehhez az eseményhez, és azáltal, hogy ezt létrehoztuk, és remélhetően egész évben nyitva tartjuk, ezáltal mi is részt vettünk ebben a programban. A kiállítás megnyitójára a könyvtár épületében található kiállítótérben került sor, ahol a résztvevőknek elsőként levetítettek egy 3D-s kisfilmet, bemutatva a hangszereket, illetve azoknak a használatát, majd a legügyesebbek ki is próbálhatták azokat. Érdekesség volt mindazonáltal, hogy az egybegyűltek között speciális füleseket is kiosztottak, így bárki belehallgathatott egy-egy produkcióba. A legkülönlegesebb hangszer talán a lézerhárfa volt, ez sokak tetszését elnyerte. Mindegyik különleges, és biztos vagyok benne, hogy itt a teremben tartózkodók úgy fognak hazamenni, hogy nekem ez tetszett jobban, vagy nekem azt tetszett jobban. Én ezt a bizonyos lézerhárfát tartom az egyik legkülönlegesebbnek, de a teremin is egy csodálatos hangszer. De az összes többi olyan, ami nem csak hogy népszerűsíti a hangszert, a zenét, vagy közelebb hozza az emberekhez, hanem ugyanakkor lehetőséget ad arra, hogy akinek nincs is zenei előképzettsége, az is hangokat tudjon előcsalni, az is kisebb dallamokat tudjon rajta lejátszani, és ezáltal közelebb hozni mindenkihez a zenét és a zenélést. Előre be kell jelentkezni, ha valaki meg akarja látogatni a tárlatot, tudtuk meg az igazgatótól.
Most pillanatnyilag azt kell mondjam, hogy csoportosan és bejelentkezésre, hisz mi nem múzeum vagyunk, hogy folyamatosan várjuk a látogatókat, ezért fel kell készüljünk arra, hogyha látogatók érkeznek, de semmi gond, a könyvtárnak a Facebook oldalán, a könyvtárnak a telefonszámain lehet jelentkezni, és egyeztetünk, hogy hogy lehet bejönni. Természetesen egyénileg is látogatható, hisz egy embernek is el tudjuk indítani, de csoportosan is osztály, közösségek, munkaközösségek, vagy bárki szívesen jön. Tehát szívesen látunk bárkit. A projektbe a Székelyudvarhelyi Palló Imre Művészeti Liceum diákjait, illetve pedagógusát is bevonták. Ők próbálhatták ki legelőször a különleges hangszereket. A tervezett két előadás helyett háromszor mutatták be a Laibá, avagy a Nyüszkölés a Feredőn és a Nagy Víz Martján című előadást Gyergyószárhegyen. Nagyon sokan látni akarták a humoros darabot, amely által támogatást is nyújthatnak egy közösségi kezdeményezéshez. Az Énkány utcai csengettyű felújítása érdekében mozdult meg Szárhegy lakossága. Nagyszabású előadást álmodtak és valósítottak meg, mely elnyerte a közönség tetszését. Színi Lajos, Nyüszkölés a Feredőn s a Nagy Víz Martján, Laibá című könyve alapján született színpadi játékról van szó, melyet Ferenczi Attila írt színpadra. Bár a könyv először 1916-ban jelent meg, a mai ember számára is bírnak mondani valóval a felvonultatott vicces élethelyzetek. Ezt igazolja az is, hogy a húsvét napjára, valamint húsvét hétfőre meghirdetett előadásokra elővételben minden jegy elkelt. A nagy érdeklődés miatt egy harmadik előadást is meghirdettek, melyet online is közvetítettek, hiszen külföldről is többen jelezték, hogy látni szeretnék a darabot. Hogy vagy? Na, csak azt kérdeztem, hogy vagy? Mit tudom én? Fizet nekünk egy vacsorát, apuskám? Először is. Én nem vagyok szép. Másodszor rám vagyok az apád. Jaj, humoros vagy, öregem. No. És elég megtermett, pasi. Jaj, hát én Gyergyai vagyok. Stű, ide valós jó. Igen, csak is. Ugyan bizony valamit ennétek én, no? Jaj, nagyon kedves vagy. Ha megengeded, azonnal rendelünk. Jövő. Melyik mentek el? Inkább azon törjük az eszünket, hogy nem lesz ebből valami baj. Semmi nem, Sabor, hát itt senki ismerős nincs, aki hazavigye hírünket. Engemet csak az birizgál, hogy ezek a fehér népek erős bölcsködöznek a cifragúnyájokkal, s merészen szemtelenkednek. A színpadra álló csapatot lelkes amatőr színjátszók alkották. Az előadás során gyűlt bevételt az Énkány utcai csengettyű felújítására fordítják, melyet már évek óta terveznek. Az előadást közel 1000 néző látta. A belépőknek és támogatói jegyeknek köszönhetően több mint 18 000 legyűlt össze. Gálpál László ötletgazda elmondta, ebből a pénzből a szükséges anyagok nagyobb részét meg tudják venni. A legnagyobb kiadás a zsindelyvásárlás, melyre közel 10 000 lejt kell számni. A munkában sokan segítenek majd. A tervek szerint június 20-án kezdődik a csengettyű felújítása, és 4-5 nap alatt végzik el. Ennyi volt már a Hargita magazin. Köszönöm szépen a figyelmüket, a viszontlátásra!